Május 16-án Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom budapesti érsek és Bernard Bober kassai érsek látogattak el a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központba. A neves vendégek egy szentmise keretében felszentelték az iskola központ kápolnáját, valamint leleplezték és megáldották gróf Eszterházi János domborművét. Nagy öröm számunkra, hogy Erdő Péter bíboros atya és Bernard Bober érsek atya elfogadta meghívásunkat, és az iskola kápolnáinkat a mai napon felszentelték. Szentmisek keretében nem csak a kápolnának a felszentelése történt meg, de gróf Eszterházi János domborművének a leleplezése és megáldása is egyben, amely Túri Török Tibor művész úr alkotása. Igen, a dombormű az Ragán Dávid barátunknak az adománya, és úgy került a Felvidékre, hogy Túri Török Tibor úr fölajánlotta. Én úgy gondolom, hogy Boldog Salkaházi Sára, iskolánk névadója és Isten szolgálja, gróf Eszterházi János, mindketten követendő példák. Az a kiállás, az a szeretet, amit ők tanúsították a közösségük felé, az mindenféleképpen figyelemre méltó és követendő. Ez a nap egy jelentős mérföldkőnek számít az iskola életében és városunk történelmében. Én úgy gondolom, hogy még mi felnőttek se, nem hogy a gyermekek, talán még nem is tudjuk teljesen fölfogni, hogy mi is történt. Ez egy történelmi pillanat, hiszen mai Cepsiben tanúbizonyságot tettünk ismételten a hitünkről, a hovatartozásunkról és a magyarságunkról. A bíboros úr Nepomuki Szent János emléknapja kapcsán a vértanú életéről emlékezett meg, kiemelve azt, hogy a hitéért és a hűségéért esett áldozatul. Ezen erények megszerzése olyan fontos feladatok, amelyre egy egyházi iskola jól fel tudja készíteni a gyermekeket. Európa népei éppen a kereszténység szellemében meg tudják élni úgy az azonosságukat, hogy nyitott a szívük, elismerik a többi népeknek az értékeit, és ugyanakkor megvan bennük a teljes öntudat és hála a saját értékeik iránt. Azt hiszem, hogy ez az, amivel a kereszténység leginkább hozzájárulhat Európa fejlődéséhez. Ilyen élethelyzetekben lehet ezt elkezdeni. Adja Isten, hogy ez itt sikerrel járjon.